Azt gondolom, ez a mérkőzés már az első fél időben eldőlt, hiszen korán betaláltunk, és utána folyamatosan növelni tudtuk a vezetésünket. Az első fél idő közepén például már 5-0-ra vezettük. A hazai 8-1 után idegenben is hengerelt a sárga-fekete mezes Rubeola ellen a Veszprém, amely Mateusz, Dorogi Benjamin, a duplázó Diego és az idényben először betaláló Bognár Martin révén hamar ellépett a Tigrisektől. Ahogy kezdtük, talán kézilabdába vagy egy, nem is tudom milyen sportágat mondjak, van olyan, hogy néhogy 7 lövésből 6 gól bemegy. Kapus cseréltünk, már lehet, hogy hamarabb kellett volna. Aztán nehéz volt megállítani az első fél időben a gólzuhatagot. Az első fél idő elején hirtelen nagyon gyorsan kaptunk 6 gólt, és az edző mondta nekem, hogy álljak be. Hirtelen a mély vízben nehéz volt ilyenkor beszállni, de a második fél időre már sikerült nekem is és a csapatnak főleg megugrani ezt az akadályt, és már sokkal jobban védekeztünk, és sokkal inkább érezhető volt a csapat együtt. A második fél időt 0-10-ről kezdték a csapatok, hiszen addigra Molnár Vilmos megszerezte az első élvonalbeli gólját. Juhász Viktor oda-vissza betalált a Rubi ellen, de a klubikon Tatai József is beköszönt, míg Mateusz duplázott, Tiago pedig triplázott. A térfélcsere után aztán Tatai a negyedik dupláját ünnepelte a mostani bajnokságban, a 37. percen pedig Lux Gábor szerezte meg az 5. gólját az idényben. Hát egy kipattan után jókor jó helyen, de hát ott kell állni a hosszún, és azt sikerült berúgni, hát örültem neki, hogy sikerült gól szerezni. A 0-13-as végeredmény a 9. bajnoki gólját jegyző Tóth Attila állította be.